Ma még csupán egy üres kavicssal felszórt plac, pár hónap múlva azonban már a környék legkorszerűbben felszerelt mezőgazdasági gépszerelőbázisa és oktatócentruma áll majd a Nagy Sándor József út és az Újszászi út sarkán. A beruházó Axial Kft. Több mint 2 évtizede van a piacon. Szolnokon 1994-ben egy szenes kályhával fűtött gátőrházban kezdték meg működésüket. A cég azóta is ragaszkodik a megyeszékhelyhez, időközben azonban a forgalmazás és a bevétel volumene gyökeresen megváltozott. Szolnok az egyik legfontosabb partnerünk, Szolnok itt körzet a legfontosabb, hiszen több mint 3 milliárd forintnyi nettó árbevételünk volt a környékben. Szolnok mindig is, és ezután is egy nagy mezőgazdasági terület lesz, hiszen itt erdőből sokkal kevesebb van mondjuk, mint Zala megyében. Szeretjük a Szolnok megyei gazdálkodókat, hiszen ők meg vannak velünk elégedve, mi pedig próbálunk megtenni mindent azért, hogy ők nyugodtan gazdálkodhassanak. Szolnokon évente átlagosan 2000 partnert szolgálnak ki. A gépforgalmazás mellett nagy erősségük a szerviz szolgáltatás. Talán az alkatrészről nem is kell olyan túl sokat beszélnem, hiszen a maga volumene, az alkatrész értékesítésünk több mint 20 milliárdos volumene. Az, hogy most ez a magyarországi piacnak az 50 vagy a 60 vagy a 40%-a teljesen mindegy, de mindig egy nagyon komoly meghatározó, és ez már így van 98 óta. Tehát ezt talán az országban meg sem kérdőjelezik a piactársaink. Az új szolnoki telephely megépítése 500 millió forintba kerül majd, mely a felszereléssel együtt, ami a speciális szervizberendezések mellett az oktatótermek kiépítését is tartalmazza, összesen 700 millió forintra egészül ki. A ma elhelyezett időkapszulába zárt tervdokumentációk alapján a kivitelezést egy kiskunhalasi cég végzi majd. A 28 főt foglalkoztató szolnoki telephely új létesítmény együttese 2400 négyzetméteres lesz és decemberben készül el. A próbaüzem után január közepétől már várják az ügyfeleket.